Sziasztok! A Bajnokok hét indítójában egy olyan témára gondoltam, ami igencsak aktuális, mégpedig arra, hogy az őszi és téli hízásnak mi lehet az oka, vagy pedig ez csupán városi legenda, és nincs is ilyen, hogy őszi és téli hízás. Hát vannak emberek, akiknél nincs, de azért az átlagnál nem így van. Nem véletlenül figyelhető meg az a tendencia, hogy a januárban mindenki életmódot vált egészen 3 hétig, vagy pedig mikor jön a bikini bodynak a megszerzésére a különböző tervek, akkor mindenki belehúz, és próbál minél jobb formát összehozni nyárra. Hát ha belegondoltok, a legtöbben, amikor nyaralásnak a közepe táján járnak, akkor igencsak elengedik magukat, és az igencsak elengedik magukat, ezen azt kell érteni, hogy a nyaralásnál megfigyelték, hogy átlagban 2 kilóval több az ember egy 2 hetes nyaralás alatt, amikor hazajön, mint mikor elment. És megérkezik az ősz, úgy vannak vele legtöbben, hogy narancsbőrömet úgyse látják, majd bővebb ruhákat húzok legfeljebb egy kicsit, és akkor majd januártól összeszedem magam. Csak hogy ez azért egy eléggé nagy csapda. Nézzük, hogy milyen okai vannak annak, hogy hízunk, magunkra szedünk pár kilót ősszel, pár kilót télen. Ennek számtalan oka van. Az életmódbeli okai közül az egyik, amit már el is mondtam, ugye gyakorlatilag, mivel jobban fel vagyunk költözve, ezért úgy vagyunk vele, hogy megengedhetjük magunknak azt, hogy majd húzok egy számmal nagyobb ruhát. A legtöbb nőnek, hogyha belegondoltok, de a férfiaknál is megfigyelhető, hogy ha körülbelül 3 szám van a ruhásszekrényében. Van egy, ami majd belefogyok kategória, van egy, ami nagyjából passzosan áll, és van egy, ami kényelmes. Na, igazából ezzel is szembesülni eléggé lelombozó tud lenni, de vele gondoltok, ez is azért jelez valamit, hogy nem tudják a legtöbben állandó szinten tartani a súlyukat. 1-2 kilós ingadozással tényleg semmi probléma nincsen, ezt hozzáteszem. Eleve mondjuk a nőknél a menstruáció miatti vízvisszatartás is okoz 1-2 kiló súlyingadozást, vagy bármit mondhatnék, hogyha bizonyos gyógyszereket szedünk, viszont azért ennél több az nem annyira ideális. Tehát az egyik az, hogy kényelmesebben tudunk költözködni, nem annyira látszik az, hogyha hirtelen hízunk. A másik oka pedig az, hogy az fizikai aktivitásunkból is visszaveszünk. Általában mi vannak vele az emberek, akik még nyáron azért sétálgattak, vagy esetleg kocogtak, futottak, nagyon sok szezonális futó is van, akik úgy késő tavasszal elkezdenek futni, és addig, amíg be nem jön a hideg, addig futnak. És erről nem azt mondom, hogy csak ők tehetnek, hogy abba adják a futást, hiszen azért sötét van, hideg van, lehet, hogy olyan környéken laknak, ami nem teszi lehetővé az, hogy ők ténylegesen kint fussanak, és mondjuk a munkabeosztásuk és a családjuk is olyan, hogy lehetséges, hogy tényleg csak sötétbe tudnának elmenni, vagy pedig mikor hazaérkeznek, akkor is már olyan a helyzet, hogy nem tudják megoldani. Nekik azt tudom mondani, hogy ott vannak az a tippem, hogy ott vannak a benti edzések, amikkel rendkívül jól lehet karbantartani magunkat. Hogyha alapformálást nézünk, igazából akkor ebből a szempontból a futásnak igazából semmi jelentősége nincsen szinte. Tehát azt tudom mondani, az a tippem, így bajnokok tippjeként, hogy akkor edzél otthon. Reggel 10 percet edzel, este pedig edzel mondjuk 20 percet, és már is megvan valamilyen szinten az aktivitásod, sétálni pedig azért az megoldható. Akkor a másik gond pont ennek a sötét hidegnek a kapcsán, ugye egy eleve úgy vagyunk kondicionálva, meg genetikailag is úgy vagyunk felépítve, hogy a táplálóbb ételekre vágyunk. Kevesebb általában a szezonális zöldség, mondjuk ezt akinek van mondjuk saját kertje, vagy pedig tudatosan vásárol, az meg tudja oldani, mert mondjuk nálunk a paradicsom is folyamatosan terem egészen októberben. Eleve, ahogy így az évszakok ugye kicsit felborultak, rengeteg fajta, mindig vannak szezonális dolgok, amiket meg lehet enni a kertből, hogyha magadnak meg tudod termelni. Ha pedig nem, akkor pedig tudatosan arra kell törekedni, hogy megmaradjanak azok az ízek és az a tápanyag összetétel, ami számodra ideális tud lenni.
Tehát nem feltétlenül kell elmenni kifejezetten azok az ételek felé, amik a hagyományos jellegű, tehát a töltött káposztát is meg lehet csinálni nagyon-nagyon diétás változatban, nagyon egészségesen, és mindenfajta ételt, például a bajnokok receptjei, nem véletlenül majdnem 1000 receptünk van, a zserbótól kezdve mindent meg lehet csinálni alternatív alapanyagból, nagyon finoman. Arra majd készítünk egy videót a Farkas Zsuzsa joga oktatókat képző jogamester által, aki egyébként a bajnokok programban a joga videókat tölti fel, hogy mik a melegítő hatású ételek, és mik azok az ételek, amiket inkább hűvösebb időben fogyasztunk szívesen. Ez kínai alapokon nyugszik egyébként, de biztos vagyok benne, hogy ti is szoktátok érezni, hogy míg mondjuk egy zabkással lehet, hogy nyáron nem esik annyira jól, télen sokkal jobban esik, akkor is, hogyha mondjuk fahéjjal megszórod, kakaót beleteszel egy picit. Tehát vannak azok az ízek, ami kifejezetten úgynevezett melegítő hatású ételek. Erről majd közé teszünk egy videót, és majd megosztom nektek itt az edzői oldalamon is. Hát a Zsuzsa ígérte, hogy erre ki fog térni. Akkor a következő, ugye kitértünk a ruházkodásra, a fizikai aktivitásra, kitértünk arra, hogy az ételek, amiket választani szoktunk, illetve vannak ugye a szociális események. Mi nyáron inkább grillezni járunk össze, ilyen esetekben általában ugye beülünk egy jó süteményre, egy cappuccinóra, mellé eszünk ezt, azt, mert hogyha cappuccinóra ülsz be, vagy esetleg tudatosabban választod meg, hogy mit eszel, akkor az még mindig nem olyan probléma, mint mikor betolsz mondjuk 5 krémest egymás után azért, mert olyan jó az íze, vagy a kürtős kalács, ha megnézed, mekkora óriási kalóriatartalommal rendelkezik. Tehát ezekből is azt mondom, hogy lehet enni, én mindenféleképpen azt mondom, hogy semmit nem kell megvonni magunktól, amikor már az ember egyrészt nincsen betegsége, másrészt pedig elérte a számára ideális súlyt, és napi kalória kereten belül van, és nagyjából a tápanyag arányok is megfelelőek. Ebben az esetben igazából gondot ez nem okoz. Tehát igen, be lehet ülni, be lehet menni, amikor vannak ezek az adventi vásárok is, vagy bármi az őszi kirakodó vásárok, nyugodtan ott is lehet vásárolni, csak ésszel és tudatosan beépítve a napi étkezésünkbe, és lehetőleg ne impulzus vásárlásként. Másik az, hogy a társaságban megyünk, akkor is vihetünk saját magunk által készített, egészséges alapanyagokból készült süteményeket, mondjuk pogácsát, vagy bármit, mert mondtam, hogy mindent meg lehet csinálni igazából ezekből az alapanyagokból, annyi, hogy legfeljebb ráéveszed a többieket, akik még ezeket nem kóstolták, hogy az egészséges is lehet finom. Aztán majd neked menjünk belőle, az persze meg egy más kérdés. Úgyhogy ezek igazából azok az okok, amik ahhoz vezetnek, így életmódbeli okok, hogy egyszerűen ragadnak a kilók az emberekre. Ennek természetesen megvannak a hormonális okai is. Hogyha érdekel benneteket, hogy milyen hormonális okai vannak az őszi-téli hízásnak, akkor kérlek, kommentbe írjátok oda, hogy a hormonális okokra is kíváncsi vagyok, és akkor hozni fogom nektek azt az anyagot is. Tehát még egyszer szeretném tudatosítani, hogy nem törvényszerű velejáró az, hogy te hízni fogsz, és nagyon-nagyon bullshitnek hangzik az, hogyha azt mondom, hogy mozogj többet, jó, ezt hányszor hallottad, és elkezdtél mozogni, őszintén szólva, vagy egyél másmilyen fajta ételeket, mégsem ettél másmilyen fajta ételeket. Én erre azt mondom, hogy nem elég egyszer hallani, és annak sincs értelme, hogy állandóan ezeket hallgatod, hanem igen, a tettek mezeire kell lépni, és tudatosan így kell választani, és így kell dönteni. Ehhez célszerű, ugye, ezt már ezerszer elmondtam neked, hogy ha magadtól nem megy, akkor célszerű egy mentort választani, vagy kényszerítő helyzetet teremteni, azzal, hogy mondjuk kényszerítő helyzet az, hogy beszámolókat kell küldözgetned neked, amiben megírod az, hogy tényleg tudatosan ettél, tudatosan megcsináltad az edzéstervedet, nem pedig ahogy esik úgy puffan módon, hogy jó, most nem csinálom majd jövő héttől. Mert ha be kell számolnod, ha van, aki végigvisz, aki végigvezet magán a folyamaton,
akkor hidd el, hogy nem lesz ott sem ennyi hízás. Legyetek bajnokok a mindennapokban.